Jó estét kívánok! Ismét itt vagyunk, csütörtök 8:30, vállalkozásokról, vállalkozások megindításáról, problémáikról, milyen egyéb hivatalos vagy nem hivatalos problémája van egy vállalkozásnak. Egyáltalán hogy működik egy vállalkozás? Ez egy olyan tévéadás, ahol bárki betelefonálhat. A telefonunk 269-0386. Tehát 269-0386, valami probléma van valakivel valamilyen vállalkozás területén, tessék szólni, nagyon szívesen segítünk. Hoztam a mai műsorhoz egy segítséget is, egy vállalkozót, aki már egy befutott vállalkozó, és meg fogom tőle kérdezni, bemutatás után persze, hogy egyáltalán hogy kezdte el a vállalkozását. Tehát a mi kedves vendégünk a Csokoládékirály. Tessék megmondani a nevét. Mészáros Gábor vagyok. Jó estét kívánok. No, hát Mészáros úr, mesélj el nekem, legyen szíves. Mi vezette arra, hogy maga csokoládét gyártson? Hogy kezdte el egyáltalán? Ez egy azért érdekes szituáció, mert alapesetben én nem vagyok cukrász, és nem csokoládékészítőként tanultam. Na, ez az. És tudni kell rólam, hogy én közgazdász vagyok eredeti végzettségemet illetően. Majd egy teljesen más területen, söriparban kezdtem el dolgozni, mint trade marketing manager. Ez a kereskedelmi marketing területért voltam. Vállalkozók, most tessék figyelni, tehát nem a csokoládéval kezdte, mégis befutott a csokoládéval. Tessék folytatni. Igen, ez egy érdekes momentum, amit mondott, mert egyszer a Pataki úr, cukrász nagymester, mondta azt, hogy ő szerinte azért sikeres, azért is sikeres ez a termék, mert teljesen más területről, más gondolkodásmóddal érkeztem ebbe a szakmába, amit nekem ugye meg kellett tanulni. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás volt egyébként, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Tehát nekem nem voltak eleinte nagyra törő vágyaim az illetően, hogy nekem egy nagy csokoládi üzemem legyen, ahol majd lesz egy csokoládé készítő mester, vagy több, meg egy üzemvezető, és ők csokoládé készítést fognak fizikailag végezni, én meg pedig csak a cég vezetéssel fogom tölteni az időmet. Szereti egyáltalán a csokoládét? Természetesen. Szereti a csokoládét. Így van, így van. És igazából az én első gondolatom és tervem az volt, hogy egy olyan kis miniatűr csokoládé manufaktúra lesz, ahol én saját magam fogom készíteni a csokoládé készítményeket, én fogom ezeket becsomagolni, és alkalomattán mondjuk átadni egy viszonteladó partnernek, vagy személyesen nálunk, vagy kiviszem. De hogy jött egyáltalán eszébe, amikor azt mondja, hogy elvégezte az egyetemet, nyilván meg közgazdász, utána a söriparba lépett be, ugye valamilyen oknál fogva. Hogy jutott eszébe egyáltalán, hogy csokoládét fog gyártani? Ennek az Volt valami intuíció, volt valami, ami arra késztette, hogy csokoládét gyártson? Vagy meg azt mondta, hogy megpróbálom ezt is? Hát nem így jött, hogy akkor na mától csokoládéval fogunk foglalkozni, hanem azt tudni kell, hogy a szüleimnek olyan vállalkozása volt nagyon régen, ami gasztronómiához köthető. Aha. Volt. Én egy Balassagyarmatról származom, és Balassagyarmaton a szüleimnek volt egy olyan delikátesz boltjuk már 87-ben, ahol akkoriban nagyon nehéz volt beszerezni nyugatról érkező, különleges minőségű, itthon még nem ismert, nagyon különleges élelmiszereket, ebben természetesen benne voltak az édességek is, a joghurtok, az italok, a fűszerek. És a finom csokoládék. És a finom csokoládék is, persze. És innentől kezdve valamilyen szinten a mindennapi életem részévé vált az, hogy gyakorlatilag valamilyen szinten a gasztronómiához voltam hozzákötve. Tudni kell róla, édesanyámról, hogy ő egyébként az ő hobbija gyakorlatilag a konyhában való tevékenykedés, és ez valahogy mindig is érdekelt engem is. Tehát van egyfajta kötődés innen ebből a régmúltból a gasztronómiához. És amikor nekem a sörgyártól el kellett mennem, mert engem kirúgtak a gazdasági válságot követően 2009. januárjában, akkor elkezdtem munkahelyet keresni, aztán persze rájöttem, hogy túl sok esély nincs. Ugye akkoriban volt az, hogy ilyen államcsőd közeli állapotról pletykáltak az újság, először emelkedett 310 forint fölé az euró, és ebben a pánik helyzetben igazából a
cégeknél, jellemzően multi cégeknél, ahol jelentkeztem, nem nagyon lehetett olyan munkakörben pozíciót találni. Ami megfelelt a képzettségének. Igen, meg amit úgy érdekesnek is találtam volna, és amit szívesen csinálok, mert olyan munkát nem akartam csinálni, amit nem szívesen, csak hogy mert dolgozni kelljen. És akkor ez ment egy darabig, jött március 15-én sajnos egy autóbaleset, ott egy frontális ütközés volt, akkor ott nagyjából eltelt 2 hónap, mire abból normálisan felépültem, és ezt követően nyáron egy kicsit lazítottam is, de már elkezdtem közepe vége felé ismét munkát keresni, és azt tapasztaltam, hogy a helyzet gyakorlatilag változatlan, tehát továbbra sem lehet tényleg munkát találni, vagy nagyon nehéz, és ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha akkor saját magam vállalkozását indítanám el. Volt ehhez tőkéje? Részben igen, volt nyilván saját megtakarításom, kaptam persze szülői segítséget, illetve volt egy minimális bankhitel is egyébként, amivel elindítottam. Viszont azért azt tudni kell, hogy többek között azért is a csokoládé készítés mellett döntöttem, mint vállalkozás területe, mert az összes többi olyan lehetséges üzleti modell közül, amit megvizsgáltam. Sokkal több pénz kellett volna az alaphoz, sokkal több kellett volna, mint a csokoládéhoz. Így van, mert ugye az tehát ott kezdem, hogy csak egy bombont, aztán eladom, és lesz belőle 2, aztán eladom, aztán lesz belőle 4, aztán eladom. És... Hát Klapkúr az első csokoládék, lehet, hogy egy picit morbid lesz, de olyan gránitlapon készültek, amit én egy sírkövestől vásároltam hulladékkőből 50x70-es méretben, és azon temperáltam a csokoládékat. Tehát 15 000 forintba kerül. Vállalkozok, ez egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos mondat. Hogy kell elkezdeni egy vállalkozást így? Tehát, persze nagyban gondolkodtam, de féltem nyilvánvalóan vakmerő döntéseket meghozni. Végig számoltam, kalkuláltam azt, hogy hogyan lehet ezt a legoptimálisabban úgy felépíteni, hogy mondjuk ne kelljen nekem egyből 10 millió forint kölcsönt fölvennem ahhoz, világos, hogy elinduljak. Nézzük meg kicsiben, hogy működik. Először a csokoládékat gránitpulton kézzel temperáltam a régi tradicionális módszerrel, és nyilvánvalóan, amikor már olyan megrendelés állomány érkezett be hozzánk, amikor már ezzel a módszerrel nem volt ez megengedhető, vagy kielégíthető, akkor vásároltam először egy egészen kisméretű félautomata temperálógépet, ami mondjuk ilyen 500 000 forint körüli összegbe került. Aztán pár hónappal később, nagyon gyorsan történtek ám az események, pár hónappal később ez a 15 kg kapacitású gép is kevésnek bizonyult, akkor vásároltam egy 50 kg kapacitású, szintén félautomata gépet. Ez még mindig nem egy drága beruházás volt, azt hiszem az ilyen 800 000 forint körüli összegért mérték, de már mondjuk majdnem, vagy körülbelül 3-szor olyan mennyiségű csokoládét tudtunk egy nap alatt elkészíteni vele, mint a kicsi géppel. Világos. És akkor így szépen-szépen növekedtünk, hónapról hónapra haladtunk előre, és utána jöttek a nagyobb gépek, még nagyobb, még na, nagyobb. Na azt mondja, hát, nekem ez most tökéletesen érthető, hogy így készült. Az eladás hogy történt? Hogy történt az, hogy ezt a mennyiséget, ami mindig több és több és több lett, adtam el? A termék mert ez is hozzátartozik a vállalkozáshoz. Tehát én ha össze kéne fogni röviden tömörül, hogy mitől sikeres a mi termékünk, egyrészt attól, hogy mertünk olyan jellegű dolgot csinálni, amihez hasonlót más nagyon nagy cégek sem csinálnak. Tehát annyira egyedi és annyira különleges a csokoládé összeállításunk. De akkor is el kell tudni adni, szóval amikor először oda megyek valakihez és el akarok adni valamit, akkor én hiába mondom neked, hogy ez különleges, vedd meg, nem biztos, hogy megveszi. Tehát mit csináltam azért, hogy megvegyék a csokoládét és megrendeljék a csokoládét? Milyen reklámot? Valamilyen szinten azt is mondom, hogy idézelbe téve túl sokat nem, mert valóban olyan lett az a csokoládé, amilyen csokoládé termékkel korábban nem lehetett találkozni. Ez nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Mindamellett pedig nagyon fontosnak tartottam a marketinget és a PR-t, és próbáltam a sajtót és az újságírókat valamilyen szinten úgymond magam mellé állítani, és próbáltam őket bevonni gyakorlatilag a mi kommunikációnkban. A csokoládé ára hogy nézett ki? A csokoládé annyira ez drága volt. Ez egy nagyon fontos valami. Igen, ez egy merész húzás volt, mert a csokoládé annyira drága volt, hogy a 14 éve csokoládé importálással foglalkozó cég, akitől én veszem az alapanyagot, azt mondta, hogy azért 1000 forint a lélektani határa fölött nem lehet egy tábla 100 g-os csokoládét eladni,
és akkoriban ilyen 1500-1600 forint körüli áron lehetett megvásárolni az én termékemet. Most ez már... És vették. És megvették, és nem győztük gyártani. Az volt abban az időben az egyik sikerkulcsa ennek a terméknek, hogy ugye gazdasági válság volt. Ez valamilyen szinten nagyon furcsa hangzik, de a mi malmunkra hajtotta egyébként ez a szituáció a vizet, ugyanis ugye az emberek próbáltak, ha nem is volt kevesebb pénzük, de ugye annyira beléjük volt súlykoló, hogy válságban, hogy próbáltak az emberek takarékoskodni. És mondjuk, hogyha valaki egy kisebb értékű ajándékra eddig mondjuk 5000 forintot szánt, egy baráti látogatás, egy családi látogatás, egy névnap, születésnap ajándékozás során. Egy különleges csokoládét. Most azt az 5000 forintot egy picit visszavette 1500-2000 forintra, és ezért az 1500-2000 forintért olyan különleges minőségű terméket kapott, amilyen áron nem nagyon talál akármilyen más ajándék jellegű terméket sem, vagy nem nagyon talál ilyen terméket, mert persze lehet jó borokat venni 1500 forintért, persze, de az más. Megiszik otthon az ember, de azt már nem biztos, hogy elviszi ajándékba. És itt a pozícionálást emelném ki, hogy lehet, hogy egy 100 g-os tábla csokoládért valóban sok pénz az, amit mi elkérünk, de hogyha egy nagyon különleges csúcsminőségű gasztronómiai termékről akkor beszélünk, és amit ajándékként pozícionálunk, igen, és ajándékként adunk el, akkor az már annyira nem sok érte. Csomagolást kitervezte? Ez egy borzasztó fontos valami. Hogyne, hogyne. Nagyon különleges és nagyon szép a csomagolásunk. Ez egy nagyon fontos. Itthon dolog. Magyarországon már két csomagolás design versenyt is nyertünk, illetve az idei év az első, amikor először nemzetközi szinten próbálkozunk meg a termékünk csomagolásával. Én ebben még nem tudok nyilatkozni, csak bizakodó vagyok. Egy barátom egyébként, akit már legalább 8-10 évvel korábbról ismerek, aki egy belső építész, formatervező srác, és mi nagyon szeretjük a szép autókat, és már körülbelül 8-10 évvel ezelőtt is együtt jártunk minden egyes évben a Genfi autószalonra. És az nem volt kérdés, tehát innen ismerem a Gyulát, ez nem volt kérdés, hogyha a csomagolás dizájnról lesz majd szó, és meg kell tervezni, akkor majd a Gyula lesz a segítségemre. És igazából elmondtam, hogy mi az én elképzelésem, hova fogom pozícionálni a terméket, mitől összeültek és megtervezték. Összeültünk, és hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Persze, persze, semmi se egyszerű. Így van, erre semmi legalább 5-6 hónapot szántunk, mire az első megbeszélés követően elkészült, mondjuk a nyomdagépből kijött az első csokoládés csomagolás. Hát ha valaki szereti a csokoládét, vagy kérdése van a csokoládé királyunkhoz, akkor hívjon minket a 269-0386-on, vagy bármilyen hasonló kérdés, vállalkozási kérdés van, tessék nyugodtan telefonálni, mi itt vagyunk, mi válaszolunk. Most azt fogom megkérdezni, hogy mik volt azok a nehézségek, amint át kellett lépni, át kellett haladni. Független attól, hogy kisgép, aztán nagyobb gép, aztán nagyobb gép, biztos voltak buktatók is benne. Tehát biztos van olyasmi benne, hogy ezt megcsináltam és nem sikerült. Hát, és a kakaóbab is mindig drágább és drágább lesz. Igen. Hát az egyik legfontosabb, ugye, hogy nekem egy teljesen új szakmát kellett megtanulni. Tehát, nagyon fontos a tanulás. Igen, igen. És eleinte én autodidakta módon kezdtem el a csokoládé készítés folyamatát elsajátítani. Aztán tényleg így akárhogy csináltam, valahogy mégsem jött úgy össze, nem olyan volt a csokoládé végeredményben, mint amilyennek lennie kellene. És ekkor kértem a csokoládé importőrnek a segítségét, hogy ajánljon már valamit, hogy ugyanhol lehet ezt megtanulni. És ő azt mondta, hogy ezt én ennyire tényleg komolyan gondolom, és ennyire szakkönyvet, professzionális szinten, az egy dolog, ott el lehet sajátítani az elméleti dolgokat, de hogyha gyakorlatban is tényleg ezt profi szinten szeretném, akkor menjek el Belgiumba, a csokoládégyártó vállalatnak a gyárterületén van egy akadémiája, és ezen az akadémián tényleg a világ legnevesebb csokoládékészítő mestereitől lehet megtanulni. És én, bár nem volt olcsó, és ez is beruházás volt, és tényleg a tanulás az mindig beruházás, én úgy így gondolom. Van. Kimentem Belgiumba, és részt vettem egy ilyen csokoládékészítő alapkurzuson, ahol
megtanultam a gyakorlatban tényleg a csokoládé készítésnek az alapjait. Azt hozzáteszem, hogy azok persze alapok voltak. Azóta én már több alkalommal vettem részt ott is, Olaszországban is ilyen kurzusokon. Idén is fogok menni ismételten Belgiumba, ugyanide erre az akadémiára, más területre, más jellegű dolgokat tanulni. Tehát ez például így történt a készítés folyamatának a tanulása. Hogyha mondjuk így szorosan a vállalkozás szervezéshez kapcsolódóan keresünk problémát, akkor ugye az engedélyeknek a megszerzése nem egy egyszerű dolog volt, mert ugye élelmiszerről beszélünk, így van. Tehát az élelmiszergyártás során azért nagyon sok mindenre tényleg oda kell figyelni, sok követelménynek, szigorú követelményeknek kell megfelelni. És ami a legnagyobb probléma az, hogy ugye én nem cukrász, nem cukrász termékeket készítek, világos, hanem csak csokoládét, és ez valahogy ott a hivatalnál ez nem volt egészen konkrétan és exakt módon leírva, hogy akkor hova kell besorolni akkor engem, mert én nem cukrászati termékeket fogok készíteni. Aztán ezzel kapcsolatban ott elég elhúzódott egyébként az idő, az indulás is azért tolódott egy kicsit későbbre, de megoldottuk ezt is. Amit ebből tanulhattunk az, hogy tudással, tanulással, szorgalommal mindent el lehet érni. Hát ez a tudás hatalom, úgy is tudjuk, hogy ez így van. Tudom, hogy nem könnyű egy vállalkozást elindítani, tudom, hogy nem könnyű egy vállalkozást véghez vinni, és tudom, hogy nem könnyű egy vállalkozást egész a végéig vinni sem. Tehát a vállalkozás közben mindig vannak buktatók, mindig vannak nehézségek, mindig vannak olyan külső és belső hatások, amiből nagyon nehéz kimászni, nagyon nehezen tudok kimászni, és pontosan ez a kimászási lehetőség, hogy mászok ki belőle. Ez egy döntő dolog egy vállalkozónál. Tehát amikor az első nehézség beszalad, akkor mi történik? Akkor mit csinálok? Akkor kihez fordulok? Itt kihez fordult, amikor először nehézsége volt? Igazából azt mondja, hogy az első nehézség az volt, amikor kézzel csináltak a csokoládét, és mondták, hogy hát ez most már idejét múlt, most már valami többet is csinál, és elment a importőrhez, és azt mondta, segíts nekem, hogy csináljak. Szóval, de hogyha bármilyen jellegű probléma volt, azért én úgy gondolom, hogy szerintem, mivel vállalkozói családból származom, a szüleim közül mind a ketten ugye vállalkozók, én szerintem, hogyha beleszületik ebbe az ember, akkor valamilyen szinten, tényleg benne van az emberben a vállalkozói véna. Nagyon fontos. Akkor igen, ez egy fontos dolog, hogy olyan közegben nőjön föl. Nagyon fontos. Amikor az általános iskolában a nyári szünet másnak arról szólt, hogy mentek Fonyódra, meg Zánkára nyári táborban, na én sosem voltam itt. Én sem. Állandóan, pénteken vége volt a sulinak, hétfőtől a családi vállalkozásban dolgoztam reggeltől estig, és egyébként nem kényszermunka volt az, hogy persze. Én ezt szerettem és élveztem csinálni, és persze még zseppénzt is kaptam, és ez tök jó dolog volt. Tehát én nagyon fontosnak tartom egyébként azt, hogy a neveltetés. Tehát hogyha mondjuk minden esetben azt, amit szeretnék, és kértem volna a szüleimet, és megkaptam volna, valószínűleg nem tudtam volna fölépíteni ezt a vállalkozást, mert nem tanulja meg az ember az életben azt, hogy hogyha valamit el szeretne érni, akkor ahhoz dolgozni kell, ahhoz rengeteg problémán kell átesni, és rengeteg problémát kell megoldani. Bizony. Igazából az ember ezeket a probléma kezelő, felismerő készségeket igazából a mindennapi gyakorlatok során szerzi meg, és tanulja meg. Én ugyanígy voltam, amikor gyerek voltam, akkor nem Fonyódra mentem meg Szemesre, meg Siófokra nyaralni, hanem a mama üzletébe dolgoztam, hiszen pult alatt születtem, a mama úgy szoptatott, hogy közben kiszolgált, és a szüleimtől tanultam meg kicsit gyerekkoromtól kezdve, hogy mi a vállalkozás. Igen. És nehéz időkben, amikor háború volt, ugye háború előtt, háború után, háború alatt, amikor jegyrendszer volt, amikor még semmit nem lehetett kapni, és tényleg nagyon nehéz idők voltak, ezekben a nehéz időkben tanultam meg a szakmát, amit a pikétről tanultam, tehát nem könyvből tanultam meg, hanem gyakorlatból tanultam meg először. Aztán később szereztem hozzá az elméleti tudást, a könyvbeli elméleti tudást. Én fordítva csináltam, amit általában az emberek, először könyvből megtanulják, aztán megszerzik a gyakorlatot. Én ezt a gyakorlatot szereztem meg, mert 19 éves koromban már vettem egy vagondínyét a piacon, meg is pofoztak érte, hogy menje felébe, de ugráljét egy kis alacsony mokán gyerek voltam. És később aztán, amikor megszokták, hogy tényleg veszek egy vagondínyét, és tényleg vásárolok, egy fél filérrel mindig, hát akkor filérekből beszéltünk, ugye 6 filé volt egy kiló dínye a kiskereskedője, 6 filé, 23 filé volt egy kiló kenyér.
akkor mindig egy fillérrel olcsóban ki tudtam harcolni azt a dinnyét, mert szimpatikus voltam, egy kis taknyos gyerek elkezdett alkudozni egy vagon dinnyére. Hát ez nem mindennapi jelenség. Szóval itt tanultam én is ezt a szakmát, és itt tanultam meg azt szüleimtől és saját magamtól is, hogy a nehézségek azok vannak, lesznek mindig, és akkor mindig keresztül kell lépni. Mindig keresztül kell haladni. Nem szabad megállni, nem szabad feladni, menni, addig, amíg az ember el nem éri a célját. Ez így van. Hát engem nagyon sokan megpróbáltak lebeszélni egyébként arról, hogy csokoládékészítéssel foglalkozzak, abban az értelemben, amit egyébként fölvázoltam. Tehát, bocsánat, hogy van egy telefonunk, mindjárt meghallgatjuk, és utána folytatjuk. Jó, jó. Tessék mondani! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Dobóci Bence vagyok, és elnézést kérek, nem konkrét kérdésem menne. Csak azért telefonáltam, hogy azt látjuk platformnak a műsorához. Nagyon jó kérdéseket tetszik feltenni. A Simon úrnak is gratulálok a vállalkozásról. Most konkrétan nem szeretnék kérdezni semmit, csak ezért telefonáltam. Remélem, hogy lesz minden héten ez a műsor. Mi megpróbáljuk, és megpróbáljuk érdekesre tenni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes több nézőnek is. Nagyon én szívesen. A klapp úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam, nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki, és nagyon szépen köszönöm a hívását. Én köszönöm nagyon szépen, további jó éjszakát. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk. Jó éjszakát. Nos, folytassuk. Hol is hagytuk abba? Ja, igen. Ja. Hogy én hol tanultam még, az is egyébként egy nagyon fontos dolog volt, hogy én egy olyan multinacionális cégnél dolgoztam, ahol egy nagyon jó terméket egy még jobb marketinggel lehetett, nagyon fontos adtak a marketing. El. És így van, és én megmondom őszintén, ott tanultam meg azt a munkám során, az alatt a 6 év alatt, hogy egyáltalán hogy kell egy termékfejlesztésbe belefogni, hogy kell egy csomagolás tervezést elkezdeni. Tudtam azt, hogy működik a nyomdaipar a csomagolás szempontjából. Ez mind hozzátartozik a vállalkozóhoz, bizony. És én azt mondom egyébként, hogy persze nem biztos, hogy egy jó és kellemes dolog az, hogy az embernek több főnöke is van, és állandóan ugráltatják, és alkalmazotti státuszban dolgozik. Viszont ott baromi sokat meg lehet tanulni. Bizony, nagyon sokat. És hát marketing nélkül nincs azt vállalkozó, biztos, és tudjuk, nem létezik. Így van. Az legalább olyan fontos, mint maga a termék, hiszen azon keresztül adom el a terméket magát, a marketingen keresztül. A terméknek az a fontos, hogy jó termék legyen, lehetőleg olcsó legyen, vagy pedig, hogyha nagyon jó a termék, akkor lehet drága is, de különleges legyen. Különleges, akkor hogy ne lehessen máshol kapni, olyan csak nálam. Szóval jó termék legyen, olcsó legyen lehetőleg, jó marketing legyen, szóval nagyon sok minden kell hozzá, valaki jó vállalkozó legyen. Igen, hát ez egy összetett feladat, de minden egyes porcikáját az ember, hogyha jól megfogja és megközelíti, akkor egy remek dolog születhet belőle. Így hát van, és önálló az ember, csak hát persze azt nem tudják, kevesen tudják azt, hogy 5-szer annyit kell dolgozni, mint egy hát üzemű munkásnak. Igen, vagy egy... igen. Aki már volt alkalmazotti státuszban, az tudja. Tehát amikor én még a Sörgyárnál dolgoztam, akkor valóban mondjuk péntek délután 4 órától hétfő reggelig azt se tudtam időzelbetűvel, hogy hol dolgozom. Vállalkozásban nem létezik. Ilyen biztos, hogy nem történik. Vállalkozásban nem létezik. Éjjel-nappal munka van. Szilveszteri buliba is úgy mentem a barátokhoz, én 9 órakor kapcsoltam ki a számítógépet. Bizony. Ez így történik. Ez elkerülhetetlen. És nem mondom, hogy sajnos, mert egyébként ez másképpen nincs előrehaladás. Van egyfajta kockázatvállalás, amihez nyilvánvalóan áldozatokat kell hozni, és hogyha az ember hajlandó ezeket megtenni, akkor megvan az eredménye, úgy gondolom. Hát. Így történjen. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt az egész csokoládé történetet elmesélte, és az, hogy egyáltalán hogy került a csokoládéhoz, és hogy történt az, hogy egy közgazdász, aki a sörgyárba megy, aztán utána elkerül a csokoládé szakmába, hogy na, megint van egy telefonunk, úgy látszik utolsó pillanatban, tessék mondani. Jó estét kívánok, én Kovács László vagyok, Budapestről. Jó estét kívánok! És a következő lenne, mindkettőjük ez a kérdésem. Vállalkozás kezdés előtt vagyok. És hát a dilemmánk a következő, hogy mibe vágjunk bele. Szolgáltatás, tehát ebbe az irányba induljunk el, vagy kereskedelem, vagy gyártás. Ebbe megköszönném a véleményüket. Viszont hallásra! Nagyon szívesen!
Hát most már nem hallgatta meg, hogy mit mondtak, mert ugye nem attól függ, hogy miben kezdjék el, hanem milyen tehetségem van hozzá. Mihez van tehetségem? A gyártáshoz, a kereskedelemhez, vagy a szolgáltatáshoz. Amihez tehetségem van, azt csinálom. No, hát szóval ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a vendégünknek. Köszönöm ezt a nagyon értelmes és nagyon átfogó értesítést. A következő héten egy érdekes vendégünk lesz csütörtökön 8:30-kor. Szenes Andrást hívtam meg, aki a művészi vállalkozásról fog beszélni nekünk, úgyhogy várom önöket jövő csütörtökön 8:30-kor, 20:30-kor itt a 6-os stúdióban. Köszönöm szépen! Jó éjszakát!